Régi könyvek a vitrénben, intarziás székek az asztal körül. Minden a 18. századi magyar főúri életet idézi. A feljegyzések szerint Rákóczi kétszer is járt ebben a teremben, először 1703-ban, amikor támogatókat keresett és talált, második alkalommal pedig 1711-ben, amikor Pál Fjános Gróffal a Szatmári Béke egyes pontjait beszélték meg. Az épület a festményen letakart szemmel ábrázolt Vaj Ádám gróf tulajdona volt az 1700-as évek elején. A kiváló katona végig Rákóczi Ferenc mellett állt a szabadságharc idején. Követte őt a száműzetésben is. Sőt, hanvaikat is egy évben, 1906-ban hozták haza. A kerek évfordulóra novemberben konferenciával emlékeznek. Közismert azt, hogy Kurucvai Ádám csak Lengyelországig követte a nagyságos fejedelmet, és ő ott telepedett le, ott élt 1719-ig haláláig, majd 1906-ban hozták haza hambait, júniusban, kicsit korábban, mint Rákócékat Törökországból. Ennek most lesz a 101. évfordója, és ebből egy tudományos emlékkonferenciát rendezünk. pénteken Rákóczi Ferenc születésének 340. évfordulójára emlékeztek a településen. Kozma Péter kormány megbízott azt mondta, a megyében méltó módon őrzik a fejedelem emlékét. Minden évben megemlékezünk arról a fejedelemről, aki elvei mellett, hite mellett, ősei által követett példát megtartván kiállt, és számára legfontosabb volt a szeretett magyar föld. Az ünnepség végén állami és civil szervezetek koszorúzták meg Rákóczi szobrát. A megemlékezők között ott voltak a helyi iskolások és Vajádám kései leszármazottai is.